Szilágyi László képviselő úr, az LMP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek, kinek az ügynöke az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség címmel. Miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt... Hol az ülés? Válaszadásra Illés Zoltán államtitkár urat jelölte ki. Szerte kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kéri a választ. Nagyon izgultam, hogy ki lesz a válaszadó, természetesen elfogadom. Köszönöm szépen, képviselő úr, elfogadja a válaszadó személyét, Szilágyi László képviselő urat illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár úr, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség a nyáron egy tendert írt ki kommunikációs feladatokra, 700 millió forintról van szó. 4 napos határidővel, abban 3 nap ünnep volt, ezt már emlegettük itt az országgyűlésben. Nyilván csak olyas valaki tudott pályázni, aki bennfentes információkkal rendelkezett, és tudta előre, hogy mik a pályázati feltételek. Hogy nem egyetlen pályázó volt, természetesen ez meg is nyerte. Nem más, mint a Bellend Partners, aki már rengeteg ilyen kormányzati kommunikációs tendert megnyert, és aki csak a második lépésben jutunk el, Simicska Lajosig. Tehát tudjuk, hogy kiről van szó. Mi feljelentést tettünk annak idején a tenderkiírás körülményeivel kapcsolatban. A rendőrség ezt gyakorlatilag Mandinerből elutasította, tehát meg se indult az eljárás, hanem a közbeszerzési döntőbíróság, döntőbizottság úgy ítélte, hogy ez szabálytalan, ez a tenderkiírás, és 5 millió forintra büntette meg az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget. Államtitkár úr, a 700 millió forint az közpénz, hiszen a termékdíj bevételekből van, az 5 millió forint is közpénz. Nyilvánvalóan ennek kell személyi konzekvenciának is lenni, hogy ilyen büntetés érte a magyar államot. De egyéb bajok is vannak itt, én azt gondolom. Egyszer már elkészült ez a kampány. Annak idején az Ökopannon KHT megrendelésére ugyanez a Bellend Partners, ugyanezt a programot már egyszer eladta, méghozzá nem kevés pénzért, és most gyakorlatilag ez a nyertes, ezt az újabb megbízást mindenféle munka nélkül újra elvégezheti, óriási mennyiségű közpénzért. Itt a rócsó kifejezést kihúzták és átírtak helyette mást, átfestették a reklámkamion, de egyébként ugyanazt a programot nyomták. Lehetett volna versenyeztetni, töredékáron jöhettek volna az ajánlatok, így viszont csak egy jelentkező akadt és elvitte a Temérdek közpénzt. Azt kérdezzük, hogy lesz-e következménye annak, hogy ez így történt. Követik olyan szervezeti személyi változások az OHI botrányt, hogy a közpénzek hasonló gátlástalan módon ne lehessen kilapátolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, a válaszra megadom a szót Illés Zoltán államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr! Tisztelt elnök úr, kedves képviselő úr, tisztelt ház! Először is elnézést kérek, de hivatalos tárgyalást kellett folytatnom, és ezért az utolsó pillanatban örülök, hogy képviselő urak, hölgyek megvártak egy perc erejéig. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Az, ami menthetetlen, azt nem lehet védeni. De ez, amit ön fölvetett, ez nem menthetetlen. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan viszont én elmondom a mi álláspontunkat. Először is az egy nagyon helyes dolog, hogyha az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség pénzének egy részét olyan kampányokra költi és olyan kampányokra fordítja, amelyek a környezet tudatosság kialakítását érik el, eredményezik. Nem csak ön, de mások is már támadták ezt az elvet is. Én értem, hogy most ön nem erről beszélt, de szeretném rögzíteni, hogy az egy nagyon helyes dolog, hogy a környezet tudatosság kialakítása tekintetében médiák számtalan formáját használva, különböző korosztályok számára, nem csak az iskolai oktatásban, hanem reklám, propaganda, óriás plakát, szóróanyag, mindenfajta dolog azt a célt szolgálja, hogy a tudatosság erősödjék a környezetvédelem területén, úgy általában is ezen belül a hulladékgazdálkodás tekintetében. Ön emleget egy céget, az én számomra az Ökopannon időszaka az a szitokszó kategóriája, ugyanis azok, akik nem ismerik ezt a területet, kell, hogy tudják általam, hogy az Ökopannon időszakában működött az a csalárdrendszer, amely a hulladék területen nem tette lehetővé a valós újrahasznosítás elérését, nem tudta ez az ország az Európai Uniós elvárásokat teljesíteni.
Ön azt mondja, hogy ugyanez a cég dominált akkor is, meg most is ugyanezről a cégről van szó a szakmai programok tekintetében, de ön az Ökopannon nagy támogatója volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszontválaszra megadom a szót Szilágyi László képviselő úrnak. Parancsoljon. Államtitkár úr, tényleg a menthetetlen védi. Attól, hogy az Ökopannon is ezt a céget bízta meg, meg a mostani országos ügynökség is ezt a céget bízza meg, attól ez még menthetetlen ez az egész rendszernek. Az őnek egyáltalán nincsen egyébként létjogosultsága, és az eddig nyújtott teljesítménye gyalázatos. Tehát most túl azon a kommunikációs tenderen, hogy ez teljesen szabálytalan volt, és itt a közpénzek elherdálásáról van szó. Ez az ügynökség a mai napon, mai napokban köti meg az első csomagolási tenderszerződéseket. Tehát az év 11 hónapjában semmiféle teljesítés nem volt, ami állami támogatással történt volna. Az Európai Unió rettenetesen meg fog minket büntetni azért, mert nincsen hasznosítás ebben az országban. Önök feldúltak egy rendszert, akár Ökopannról beszélünk, akár nem, akár szerettük, akár nem. Én nem voltam soha támogatója az Ökopannok, rengeteget küzdöttem ellenük civil koromban, ez biztosan emlékszik, és kérem, hogy ne ferdítse el. Minden esetre akkor ez működött a gyártói felelősség elv alapján, most meg nem működik. Tehát az OHÜ a kommunikációs tenderén túl nem végzi el az alapfeladatát sem, és ez menthetetlen. Ezt nem érdemes védeni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszontválaszra Illés Zoltán államtitkár úr. Tisztelt elnök úr, kedves képviselő úr, hát járt-e ön az Ökopannon képviselőjével, Viszkei úrral Kínában például, szakmai úton. Támogatta-e az Ökopannon törekvéseit az elmúlt időszakban, már abban a régi rendszerben? A másik része a dolognak, hogy ön most már nem a kampányügyekkel foglalkozik, hanem áttért az Országos Hulladék Gazdálkodási Ügynökség általános tevékenységének elemzésére. Azt kell önnek mondanom, hogy elképesztő emberi erőkifejtéssel, szellemi tudással és rengeteg jogi munkával lehetett előkészíteni azoknak a szerződéseknek a megkötését, amelyek teljes mértékben törvényesen készültek el, és azt segítik elő, hogy igenis az Európai Uniós elvárásoknak Magyarország megfeleljen. Az előző időszakban körülbelül 3-8 évet nem csináltak semmit sem, és 8 éven keresztül nem történt meg az a munka, amit az OHÜ-nek egyetlen egy év alatt kellett megcsinálnia. Az OHÜ vezetését és az ott dolgozókat kitüntetni kellene, pont ebből kifolyólag, nem bírálni, ahogy ön teszi. Köszönöm szépen, államtitkár úr.